Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Ebben a videóban folytatjuk azoknak a kérdéseknek a megválaszolását, azoknak a kérdéseknek a feltevését az égi segítőitekhez, amiket ti küldtetek el nekem. Illetve ezt a mostanit egy picit átvariáltam, hiszen a kérdés, amit kaptam, az, hogy egyedül vagy a partneremmel csinálja meg azt a vállalkozást, amit tavaly tanultam. Átfogalmaztam a kérdést, de akár így is felteheti az, akinek így aktuális. A kérdés tehát az égiekhez az, hogy hogyan valósítsam meg az álmaimat, céljaimat. Két kártyát láttok az asztalon, akár ha két út áll előttetek, választhatjátok azt is, hogy A verzió, B verzió, de persze, ha titeket csak egy kártya szólít meg, akkor választjátok azt, amelyikhez a megérzésetek vezet titeket. Elsősorban itt most, ahogy az eredeti kérdésből is láttátok, nem romantikus, nem párkapcsolati tervekről, célokról van szó, mármint, hogy mikor találom meg a nagyőt, és a többi, ám bár, ha neked most ez a legfontosabb az életedben, nem feltétlenül biztos, hogy arra ne kapnál választ, de én most elsősorban egyéb tervekre, célokra gondoltam, úgy, mint szakmai célkitűzésre, úgy, mint mondjuk egy otthon megteremtése, felújítása, elköltözés, ez az, amaz, bármi jöhet, mert nagyszerű időszak van. Most, amikor én készítem ezt a videót, és azért ez az energia, ez el fogja kísérni végig ezt a vetést, bármikor is találsz ide. Apropó, természetesen ez a vetés, mint mindegyik, amelyik nem egy adott időszakra szól, időkapszulaként működik, tehát amikor rátaláltan, az nem véletlen. Szóval van itt most egy Jupiter, Plutó, gyönyörű szép segítő fényszög, ami nagyon jó lehetőségeket ad. Ugye ez egy Jupiter-Pluto-Trigon, nagyszerű időszak, tehát pont arra, hogy a terveinket, a céljainkat, az álmainkat és a vágyainkat felfuttassuk, sikeresebbé tegyük, vagy meglássuk azokat a változásokat, amiket szükséges elvégeznünk ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Úgyhogy az asztrológiai kép, az égi csillagok összeálltak ahhoz, hogy minél jobb választ kapjunk, és hát úgy tűnik, hogy aktuális is lehet ez a kérdés sokunk számára. Nos, akkor most már nem szaporítom itt a szót tovább a felvezetőbe. Látjátok a két kártyát, ahogy már mondtam. Az időbélyeget a leírásban és a kommentek között legfőbb most is úgy fogjátok megtalálni, hogy egyes pakli és kettes pakli. Hagyok most nektek időt, hogy válasszatok, és utána természetesen az egyessel kezdjük. Nos hát, kedves egyes paklit, választok titeket, ez a csodaszép jén kártya szólított meg, az ő üzenete már egyből itt van a ti témátokkal. Ez a növi energiákról szóló kártya, tehát vagy ez a helyzet, vagy ez a tanács a számotokra már eleve, hogy most ne ti tegyétek meg az első lépést. Vagy eleve már egy olyan helyzetben, egy várakozó állásponton vagytok, vagy pedig ezt javasolja a kártya, hogy hagyjatok teret és időt a dolgoknak kibontakozni magatok előtt. Valószínűleg vannak dolgok, amik még nem feltétlenül tudottak, vagy ismertek a számotokra, de nagyon hamar azzá válhatnak, és ezen ismeretekkel vagy tudásokkal együtt már sokkal jobb és megfontoltabb döntéseket tudtok hozni a saját életetekkel kapcsolatban, a saját terveitekkel kapcsolatban. Ugye a bevezetőben mondtam, hogy egy Jupiter-Pluto-Trigon van, ez a vetést végig elkíséri, bármikor is nézitek, de ez pont erre jó. Ez pont arra jó, hogy elfogadjuk, befogadjuk azokat a dolgokat, amik most történnek, amik vannak, mi jobban a mélyére lássunk, hogy mi mozog, mi változik, mi történik, és arra egy nagyon jó reakciót adjunk. Tehát itt várjatok, valami el fog érkezni hozzátok, álljatok készen arra, hogy a következő időszak történéseire minél jobban reagáljatok. Tehát itt felkészülni ebben az időszakban nagyon jól tudtok még,
De amikor majd jön az a változás, amire majd reagálnotok kell, és ezt amikor már egyébként elérkezik hozzátok, biztosan tudni és érezni fogjátok, hogy na ez miatt nem tudott most egy picit még haladni a dolog, vagy erre kellett várnom, vagy ez az, amit jól kell tudnom reagálni. Szóval felkészülni az idő alatt lehet. Sőt, kell is. Tehát ez egy picit ilyen alvó időszak még. Ha te feltétlenül most szeretted volna, szerettél volna a tervedbe belekezdeni, akkor szólhat igen még ett a kártya, hogy pihentessétek ezt a dolgot még, hogy valamit tanuljatok, valamit ismerjetek meg, valami tudást be kell még fogadnotok ahhoz, hogy igazán jól tudjon ez a dolog működni. Itt a tudatos megengedésnek kell lenni, hogy a dolgok áramoljanak hozzátok, hogy a dolgok az ismeretetek körét tágíthassák. Tanulmányoz technikákat, módszereket, egy szakmát, ha úgy rezonál veled, másokat, hogy mások hogyan csinálják, tehát nagyon jól meg tudjátok figyelni most azt, hogy mások hogyan, miként sikeresek. Nem feltétlenül kell mindent lemásolni, de ha megfigyeled őket, akkor át tudod szűrni, hogy mi az, ami a te tapasztalatodhoz jól passzol, és jól fog, akár egyediként is fog működni nálad. Ami lehetőség van, azt ragadjátok meg, azzal éljetek, azt mozgassátok meg, ne pedig alakítani és irányítani, próbáljátok a dolgokat elsősorban. Inkább formázók legyetek, nem alakítók, így mondja a kártya, tehát ami van, azzal kezdjetek valamit, ne feltétlenül teljesen újba, szöges ellentét dolgokba vágjatok bele. Mondok egy példát, ha van már egy működő vállalkozásod, akkor lehet, hogy azt kell átalakítani, lehet, hogy azt kell valahogy másképp kezelned, reformálod, akkornak megfelelődnek lenni, vagy egy másik célközönséget kijelölnöd azzal kapcsolatban, semmint, hogy az egészet lezárni, és egy teljesen újat kezdeni. Nézzük, mit kell még tudnotok. Mit mond még erről a kártya? A jén az mindig az igényeket elégíti ki, tehát hogyha valakivel úgy rezonál valakinek ez üzenet, mérjétek föl, hogy milyen igény van a ti szolgáltatásotokra, a terveitek, hogyan, milyen visszhangot vált majd ki emberekbe, vagy a környezetetekbe, nyilván akik ugye valamilyen módon érintettek benne. A körülményekre nagyon körültekintőnek kell lennetek. Jaj. Újhold a bikába. Hát a bika az egyébként sem rohan, nagyon szépen rezonál a két kártya. Ez a kártya is egyébként bíztat titeket, úgy mond, hogy jó úton jártok, jó a terv, jó az elképzelés, de kitartónak kell lennetek. Tehát itt nem egyik napról a másikra megvalósuló célok vagy tervek azok, amiket kitűztetek, bármilyen időpontot is társítottatok egyébként hozzá. Lehetőségek nyílnak majd előttetek, de nagyon fontos, és talán ez megmagyarázza, hogy miért is a Yin kártya itt a pár, nagyon fontos abba, hogy higgyetek abba, hogy ezeket meg tudjátok tenni, hogy ezeket meg tudjátok valósítani, és valamennyire bejön a Plutó energiája is egyébként, ugye mondhatjuk, hogy a Yin az az elfogadás, a Jupiter valahol egy picit, szóval abban azonos, a Yin energia Jupiterrel, megmondhatjuk, hogy itt azért a mélyreásás az pedig ugye Plutó energia. Azért is fontos, hogy higgyetek magatokba, mert azért itt vannak olyan, vagy lesznek olyan hangok, vélemények is, amik el tudnak titeket bizonytalanítani, és talán ezeknek is tisztázódnia kell először bennetek, talán ezeknek is jó utána nézni. Nem számít igazándiból, hogy mi történt a múltban, milyen tapasztalataitok vannak. Az fontos, hogy miben hisztek. Mert ezek a múltbeli negatív tapasztalatok, ezek hozhatnak olyan negatív hangokat, persze, amik igazak voltak a múltban, nem feltétlenül igazak a jövőre.
talán érdemes egy picit felépíteni magatokat, most vagy akár szakmai, vagy akár mentális, vagy bármely más szempontból, mert itt azért valami van bennetek, egy kis bizonytalanság azzal kapcsolatban, talán nem is kicsi, hogy fog ez sikerülni, megy ez neked, elég jó vagy te ehhez, van neked hely a piacon, ha szakmai dologról van szó. De hogyha mondjuk egy nagyobb házat akarsz, akkor elérheted valaha is? Leszel valaha is olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhess magadnak azt, amire vágysz? Szeressétek jobban magatokat, mert ez bizony nagyon fontos. Mind a két kártya azt mutatja, hogy valamit építeni kell, valamit fel kell építeni magatok körül, és itt rólatok van szó. Tehát egy dolog most picit a célod, meg egy dolog azt, hogy mit hiszel magadról, hogy azt el tudod érni, mert nekem itt a két kártya már így együtt, meg kifejezetten, mintha azt sugallaná, hogy kételkedsz abba. Nem abban, hogy lehetőséged nyílik rá, hanem hogyha lehetőséged nyílik rá, akkor azzal tudsz élni. Talán itt egy picit, akiknek olyan jellegű a céljaik, az is benne van egyébként, hogy mások előtt hitelesebbek legyetek, másoknak is valahol bizonyosságot kell tenni arra, hogy képesek vagytok. Hát nyilván ez elsősorban ugye azoknak szól, és azok foglalkozzanak ezzel, nyilván egy párkapcsolatban nem, mert nyilvánvalóan párkapcsolatban nem a másiknak akarunk megfelelni, hanem önmagunk legyünk, de hogyha mondjuk egy szakmai cél van előtted, hogy előléptetést szeretnél, akkor itt szól arról is a kártya, hogy bizonyít még dolgozni kell, bizonyít még le kell tenni dolgokat az asztalra, ahhoz, hogy azokat a bizonyos embereket meggyőzd saját magad képességeiről, akik majd ott lesznek, és döntenek arról, hogy te vagy nem te. A kártya egyébként, mármint hogy a bika kártya, az különösen jó kártya, bármilyen tulajdonnal, vagyonnal, értékkel, szerelemmel, önbizalommal, vénuszi dolgokkal kapcsolatban, és hát azért, hogyha szakmai előrépésről van szó, akkor nyilván ott azért abból ellenszolgáltatást is akar az ember, szóval ott is nagyon ott van a vénuszi energia. Tudjátok egyébként is, a bika az a jegy, akinél, hogyha vannak bőségesen anyagiak, az azért van, hogy megoszta másokkal, ha nincs, akkor meg azért, hogy legyen. Tehát itt mindenféleképpen van a kvantum térben nektek már előkészítve jó pár történés a terveitekkel, céljaitokkal kapcsolatban, de ez döntő fontosság, hogy tudjátok ezt lehozni, mikor tudjátok ezt lehozni, hogy mennyire érzitek alkalmasnak és képesnek magatokat mindarra, amit szeretnétek elérni. Ez tudja beakasztani a dolgokat. Bár egyébként mind a két kártya azt mondja, hogy itt most nem is cél az, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Ehhez idő kell, meg ehhez figyelem és tudatosság kell. Most olyan dolgok jönnek még, hogy akinek olyan jellegű a vágya, az elképzelés, hogy fontos mondjuk ott a kiállás, a megjelenés, akkor erre is érdemes odafigyelni, hogy mi az, ami pszichológiai szempontból megfelelőbb lehet, mi az, ami jobb együttműködés, vagy jobb reakciókat vált ki az emberekből, akikhez szólni szeretnél, vagy akik előtt megjelensz. De ha pedig a másik véglet vagy, hogy bármilyen szépséggel kapcsolatos szakmát törekvésed van, mint például egy fodrász, egy műkörmös, egy és a többi, és a többi, és a többi, tehát bármi, ami a Vénusz, a szépség külső megjelenés, mert azért itt topszódunk a Vénusz és a Hold energiákba, akkor nagyon jó előrejelző kártya, abszolút a bika, tehát akkor képbe vagytok, helybe vagytok, ez egy nagyon jó időszak arra, hogy hasonló jellegű dolgokba belevágjatok, de akkor is itt van az, hogy tehát ez a várakozás akkor is itt van, az, hogy még jobban felkészültek legyetek, az akkor is itt van. Nézzük, hogy mi az, ami támogat, és mi az, amivel számolnotok kell még, mint nehézség. Először mi az, ami támogat? Ezt szeretném megkérdezni. Mi az, ami támogatja az egyes csoportot az álmai céljai megvalósításában? Ez is egy Vénusz és Hold energiákat
hordozó kártya, itt megint a rák energiája van. Természetesen, hogyha itt családalapítás, mint a cél, akkor az is nagyon ül nektek most. És hát, hogy más nem mondjak, a vágy kártyája érkezett, ugye ez egyébként a saláta. Beteljesülést ígér, hogy megtaláljátok, eléritek a céljaitokat, de megint ugyanazt mondja, megerősíti, hogy kicsit többet kell dolgozni a jelenlegi kapcsolataitokon. És azért itt is ugye a hold kártyája, vagy a yin kártya is azt mondta, hogy kapcsolat, mert vagyok én, de ne én, hanem várjon meg, amíg a te, vagyis a másik fél valami kívülről történik, változik, és arra reagáljak. Itt is ugyanerről szól a kártya, hogy figyeljetek jobban oda a körülöttetek lévő emberekre, az ő elképzeléseikre, talán tudnak olyan tanácsot adni, vagy talán tesznek egy olyan lépést, ami útbaigazítás lehet a te számodra is. Vagy adott esetben egy olyan történés, egy olyan dolog, amivel jó számolni, mint akár mint kockázati tényező is. Tehát figyeljétek jobban az, hogy mi zajlik körülöttetek azon a területen. Ha most neked mondjuk egy új otthon, vagy az otthonodnak mondjuk a felújítása a célod, akkor alapvetően például, most mondok egy példát, azt mondja a kártya, hogy várjál, mert lehet, hogy jön, mit tudom én, egy olyan állami támogatás, amivel sokkal könnyebben, sokkal jobban meg tudod valósítani majd a terveidet. Valamilyen kihívás is van itt egyébként a saláta, mert kifejezetten azt mondja, hogy azokat sikerül leküzdenetek, és anyagi nyereség, illetve fellendülés mutatkozik vele, tehát ugyanúgy ugyanazt üzeni, mint az eddigiek, és ugyanazt a hátulütőt is pedzegeti. Arról már ne is beszéljek, hogy ugyanúgy szól arról, hogy testileg és érzelmileg is jobbnak kell lenni, jobban felkészültnek kell lenni. Tehát is azt mondja, hogy figyeljetek jobban és többet önmagatokra is. Tehát nem csak a külvilág számít, hanem ti mondjuk felkészültebbek legyetek, de ez már ugye elhangzott, de ismétli a kárt, tehát nagy fókusz van rajta, tehát akkor elismétlem én is, hogy jobban készen álljatok, amikor majd beindulnak a dolgok, amikor majd megérkeznek hozzátok a bizonyos ingerek. Talán egy picit szétszórtak vagytok. Lehet, hogy magatokkal nem annyit foglalkoztok, hogy ti hogy jelentek meg mondjuk egy platformon, mind azzal, hogy kik vannak jelen. Magatokkal kell foglalkozni, mert az úgymond ebből a szempontból másodlagos, hogy kik, mert rájuk majd csak reagáltok, de itt fontos, hogy hogyan tudtok majd reagálni. Na, mi a hátul ütő, mi az a kockázati tényező, amivel jó, ha számoltok, és amire figyelnetek kell. Gondolkozás, önszabotás, konfliktusok, másokkal, hogy mások keresztbe tesznek nektek, vagy nem teszik lehetővé a céljaitoknak a megvalósítását. Hát én itt elsősorban megint azt látom, hogyha erről van szó, akkor nyilván csak azért, mert valahogy úgy jelentek meg, ami alapvetően nem üzeni azt, hogy ti készen állnátok erre, és talán ez az önszabotás is, tehát erről is azért már esett szó. Nyilván azok az olyan gondolatok, amik megkérdőjelezik, hogyha tudtok, szerettek, akartok oldásra menni, ennek nézzetek utána, mert itt van valami a tudatalattiban. Tehát itt valahol szabotáljátok magatokat, és ezek nem kifejezetten csak az önkorlátozó gondolkodással, hanem ott van valami a mélyben, ami az önszabotáló gondolatokat hozza benned. Tehát ez arra akarok utalni, hogy nem elég a gondolkodásotokat átalakítani, mert van egyfajta önszabotáló gondolkodás, tevékenységek, cselekedetek, nem elég a gondolatokat lecserélni, nem elég arra figyelni, hogy hogyan cselekszem, és kiváltképp, hogyha most megint visszautolok, tehát Jupiter-Pluto-trigon van, tehát ez amúgy is a mélyírásos, tehát mélyére kell ásni, hogy miért
vannak bennetek ilyen önkorlátozó gondolatok? Miért így reagáltok? Valami van a múltban, amit érdemes feloldani. Mert itt a túlgondolkodásra lehet itt rajta gondolkodni még és még és még, de ha már van az a probléma, hogy túl gondoljátok, túlságosan problémákba belementetek, akkor nem biztos, hogy az a jó, hogy ezeket még megfejeljük, hanem az a jó, hogyha megnézzük, hogy miért csináljátok ezt, miért teszitek ezt. Adott esetben egy visszautasítás is rávilágíthat arra, hogy tehát, hogyha itt lesz majd fennakadás, lesz majd probléma, első körben nem mennek át a dolgaitok, akkor azokra úgy érdemes rátekinteni, mint valami, amiből tanulni. Nem túl gondolkodni, de megvizsgálni azt, hogy miért utasítottak vissza, mi volt ennek az oka, és hogyan lehet azt kiküszöbölni a következő próbálkozásnál, a következő nekifutásnál. Tehát úgy értékelni, hogy mit tanulhatok én ebből, mit profitálhatok én ebből. Mert azért, mint úgy általában mindenben, lesznek itt nehézségek, lesznek itt fennakadások, ezek abszolút megoldhatóak, túlléphetőek, de kell hozzá a tudatosság. Nézzünk rá egy picit erre az önszabotás dologra, hogy erről mit tudhattok, mivel kapcsolatos. Az egyes papinál ez az önszabotás. Adott esetben azon túl, hogy elkezdenek mondjuk oldani, elkezdtek ezzel foglalkozni, dolgozni, azon kívül mit tudtok még ezzel kapcsolatban, vagy akár párhuzamosan is tenni, megtenni magatokért, hogy felkészültebbek legyetek, és a terveiteket, álmaitokat, céljaitokat minél jobban meg tudjátok valósítani. Kedves egyes csoport mit tehet. Azonban, hogy jobban felkészíti saját magát, jobban figyel a környezetére, mint olyan tényezőre, amire a legjobban kell reagálnia. Na, hát itt sem egyedül vagytok. És hát azért itt megint itt látjuk azt, hogy figyelem a körülményeket, figyelem a lehetőségeket, ahol gond probléma van, azt kiszűröm, azt meglátom, és azzal szemben megteszem azokat a kellő dolgokat, amik változást tudnak elindítani. Tehát itt azért valamilyen szempontból mindenféleképpen számítanotok kell arra, hogy ki kell állnotok magatokért. Tehát itt azért egy nagyobb ellenállás vagy elutasítás van, de ugye kiállni magáért azt tud érdemben és eredményesen, aki nagyon erősen képben van saját magával. Tehát az önismeret, a saját értékeink feltérképezése, ismerete, az nagyon fontos. Tehát azt tud csak így kiállni, aki aztán tudja állni a sarat is. Tehát nem könnyen rombolják le az önértékelését, vagy az önbecsülését. De itt megint egy szinkronicitás van, tehát ez itt a forradalom kártyája, változások drasztikus elindításának a kártyája, ezt a forradalmat idézőjelbe értve természetesen, de itt nagyon nagy hangsúlya van a szinkronicitásnak. Most vegyük a francia forradalmat, hamarabb nem tudták volna keresztül vinni. Jó, tehát ott mindig ez olyan dolgokat mutat, olyan dolgokat jelez előre, amivel pont a yin energiára tudunk a lehető legjobban reagálni. Nem tudunk eloltani egy tüzet azelőtt, hogy az fellángolt volna. Tehát itt most már azt látom, hogy ez a történés, amire vártok, ez számotokra nem feltétlenül pozitívnak fog tűnni vagy hatni. Itt valószínűleg ez föl fog vetni egy olyan dolgot, amire most még nem gondoltok, vagy nem veszitek
annyira komolyan, vagy az esetben nem áll fönt, és amikor már majd ott tornyosra leültetek, akkor fogtok vele szembesülni, és akkor kell majd megtenni lépéseket. Akkor tudtok majd érdemben mit kezdeni vele. Tehát amikor már ég a tűz, azt akkor tudjátok oltani. De nagyon erősen itt van az is, hogy amikor ki tudsz már állni ezekért a dolgokért, vagy bizonyos dolgokért, vagy bizonyos dolgokkal szembe tudsz menni, és tudsz tenni ellenük, akkor tedd meg. Tehát nagyon erősen itt van megint a szinkronicitásnak az energiája. Valamiért nagyon fontos nálatok az időzítés, hogy mit, mikor teszel és lépsz meg. Ahogy látjátok, nagyon-nagyon emberi tényezőket hoznak a kártyák, nem az, hogy anyagi befektetés, vagy ilyen-amolyan dolgokon bukik, vagy áll itt a dolog, hanem valahol ti rajtatok valami fajta belső erőt, tudást kér majd tőletek ez a szituáció. Szóval itt megint az önszabotásnak az lehet például az egyik módja, hogy halogatsz, nem tudsz időben reagálni dolgokra, vagy úgy érzed, hogy nem tudsz szembeállni, szembenézni, szembeszállni dolgokkal, kihívásokkal. Úgy gondolhatod, hogy nem tudsz valamit végigvinni, mert az lehetetlen, túl nagy dolgok tornyosulnak eléd, túl sok minden szól ellene. Nem tudsz mit kezdeni bizonyos kialakult helyzetekkel, adott esetben valamilyen körülményeddel. Nem biztos, hogy az egyébként hátráltató, de mondjuk te úgy fested le magadnak, vagy úgy állítod be magadnak, mert nyilvánvalóan itt tudatalatti folyamatokról beszélek, nem tudatos döntésekről. Tehát itt kéne fölturbózni magatokat, hol talán valamiben gyakorlatot, tapasztalatot, tudást, ismeretet szeretett valamiből képezni magatokat, hogy ki tudjatok állni magatokért, hogy strapabíróbbak legyetek, hangosabbak legyetek, átütőbb erőt képviseljetek. Aztán van itt valami. Megint ugyanezt látni, hogy a felkészültetek, hogy a másokkal összefogtok, és itt azért megint van közösség, akikkel együtt tudtok tenni valamit az ellen, ami jelenleg még vagy a múltban akadályozott, vagy nehézségként ott lehet előttetek. Nézzük, mit lehet még tudni. A tarot kártya mit mond? Mértékletesség kártyája, hát megint egy picit ez a női energia. Mert a mértékletesség kártyája, hogy egy ilyen mérleg, és hogy a mérleg egyik fele akkor mozdul meg, ha a másik fele is mozdul. Tehát az is mindig szinkronban van. Amikor történik, akkor reagál rá a másik fele is. Tehát nagyon fontos, itt körültekintőnek kell lennetek, diplomatikusnak kell lennetek, talán magatokhoz is, magatokhoz mindenféleképp, de valószínűleg másokhoz is. Illetve most itt megint azt látom, hogy nem túl gondolkodni, nem túl agyalni, mert egy mérésnek egyszer megvan az eredménye, és akkor nem kell másodpercenként újra mérni. Tehát megint azt látom, hogy egy picit nyugodtabbaknak, higgadtabbnak kellene lennetek több időt adni a dolgoknak, hogy kibontakozzanak, hogy egyensúlyba kerüljenek, hogy rendeződjenek dolgok. Itt azért már egyébként megjelenik az anyagiak is olyan mértékben, hogy ügyeljetek a megfelelő arányokra, ne kockáztassatok túl sokat. Viszont ha eddig valamire túl kevés figyelmet fordítottatok, arra most tegyetek többet, arra most jobban figyeljetek oda. Ha meg valamire túl sokat,
ugye, ahogy már elhangzott többször, valamit túl gondoltatok, de bármilyen más szempontból, és ha valami valahol valamiként túl sok, onnan meg kevesebb figyelem kell. Itt picit valószínűleg megint az az üzenet, hogy valamit nem vesztek figyelembe, valamivel túlszottan foglalkoztok, egy tényezőre vagy többre túlszottan ráfókuszáltok, és vannak szegmensek, amiket vagy nem tudtok, vagy nem fordítotok kellő figyelmet, adott esetben kellő jelentőséget neki. Nézzük, mi az első lépés, mi lesz majd az első lépés. Adott esetben az első tapasztalatotok. Hát látjátok, hogy itt azért az álmaitok, a vágyaitok, a céljaitok, a kitűzött céljaitok megjelentek, csak itt egy picit a felhők fölött lebegtek. Tehát valamivel kapcsolatban nem vagytok eléggé képben, nem vagytok elég a racionálisak. Valamitől elrugaszkodtatok, most megint valami gyakorlatias dolgot nem vesztek észre, kicsit el vagytok varázsolva valamilyen szempontból. Meg akarjátok valósítani a vágyaitokat nagyon erősen, ez jó, de azt mondja a kártya, hogy ehhez először fel kellene ébrednie valamilyen szempontból. Mert itt talán ez a realitás, ami szembe jöhet veletek. Tehát azért elég komoly, messze menő, messze vívő vágyaitok vannak, és milyen messze van valami, annál kevésbé látjuk részletesen a módot, a buktatókat, hát és a többi, és a többi. Hát nézzük, hogy milyen reakciókra számíthattok itt a kezdeti elvarázsolt állapot után, illetve hát azt is, hogy hova vezet titeket, hogyha elindultok az álmaitok, céljaitok felé. Picit sok kártya, úgyhogy főpap. Nem szeretem ezt a kifejezést, mikor ezt használják az emberek, hogy az életiskolája meg kicsit le van már élve, kicsit le van már szedálva ez a kifejezés, de itt mintha ez jönne. De hál' Istennek a főpap kártyájával az is jön, hogy lesznek emberek, akik segítenek, támogatnak, de akkor megint, tehát itt van ez, hogy miért is, mert neki indultál kicsit felkészületlenül, kicsit naívan, és azért úgy időközben jössz rá a buktatókra, a hogyanokra, a miértekre. Szerencsére lesznek majd körülötted őszinte emberek, olyan emberek, akik tényleg segítő szándékkal, de ezt már ugye hallottuk, tehát figyelj oda az emberekre magad körül, a kapcsolatokra, kiben bízhatsz, lesznek, akikben bízhatsz, lesznek, akikre hallgathatsz, lesznek, akik tanácsot, jó tanácsot tudnak adni, de akkor őket keresned kell, akkor őket meg kell találnod, akkor őket meg kell hallgatnod. Tehát itt van a teli hold energiája megvalósítva, a beteljesedett álmok, ugye a kiteljesedett álmoknak maximálisan a szimbóluma, és ő is ugyanúgy ragyog fent az égen, tehát elérheted, de ehhez tanulnod kell, ehhez oda kell figyelned másokra. Akár szó szerint is, akár átvitt értelemben. Ez nagyon-nagyon itt van. Ez szinte majdnem minden kártyából jön. Fel kell még készülnöd valamire. És itt lehet, hogy szakmailag, vagy ismeretekkel kapcsolatban, mert a főpap kártyája azt is mondja abszolút, lehet, hogy egy jó ügyvédre lenne szükséged, lehet, hogy egy jó pénzügyi tanácsadóra, lehet, hogy egy vállalkozási kurzusra. Sok minden lehet itt, de az is, hogy önmagadról
önmagadnak milyen képed van. Tehát, hogy mire tartod magad képesnek, és mire nem. Mert hogyha van egy alulértékeltség, van egy önbizalom hiány, akkor 10 elvégzett képzés kurzus a falon jól mutat, csak épp az önbizalmadat nem dobja meg igazán. Jó, tehát itt valószínűleg nagy fába vágjátok ki a fejszéteket, és ahhoz mérten kell hozzáállni. Bár lehet, hogy nem tudjátok még, hogy milyen nagy fába vágjátok a fejszéteket. Ez csak később derül ki, és jobban arra felkészülni, mind utólag majd. Hát kapkodni, mert látjuk, hogy nem kis ellenállásba tudtok ütközni. Kardok 8-as. Most mindjárt fogok nektek még egy kártyát kérni, mert most az az érzésem, hogy mintha pont, amit mondtam nektek, arra kaptuk volna eredményként ezt a kártyát, hogy ugye nem tudjátok, hogy milyen nagy fába vágjátok a fejszéteket, és ezért ragadtok benne bizonyos helyzetekbe, szituációkba, hol ott nyitva a ketrec, hol ott van szárnyatok, de nem tudjátok, mert nem látjátok át. Mert valamit itt előre tennetek kell, hogy a dolgok nem úgy odajussanak, hogy csak korlátozásokba ütköztök, és hiába próbáltok ezen változtatni, nem tudjátok igazán végigvinni a dolgokat. Nem tudjátok kibontakoztatni magatokat, önmagatokat, és hosszú ideig kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe, korlátozásokba tudtok kerülni, de itt már hallottuk az önkorlátozás kifejezést. Jó, tehát itt nem nagyon találjátok meg a beteljesedést úgy, hogyha közbe tanultok, úgymond. Ha nincs más választásotok, akkor nyilván végig kell menni ezen az úton is ilyen módon. De ahogy mondtam, most kérek még egy kártyát, ezt visszateszem, mert hogyha mégiscsak, akkor hagyj jöjjön még egyszer ez a kártya. De most akkor a kérdésem az, hogy akik megfogadják a kártyáknak a tanácsát, ami itt elhangzott már a vetésbe, és mondjuk nem ilyen ábrándozósan indulnak neki, és nem közbe tanulnak, hanem ezt próbálják előre, itt egy kis holt időben megtenni, meglépni, azok milyen végkifejletre számíthatnak. Hiszen ha nem teszitek, akkor a kardok 8-as, ami az előbb volt. De mi van, hogyha teszitek, ha meg tudjátok tenni? Nézzétek, hogy a helyére ugrott kardok apródja. Nézzétek, sok tudás, sok könyv, sok ismereten átrágva magát, sok tapasztalat, és a tetején van, a toppon van. A pitypang megint, az álmok, a tervek, a megvalósítások, de mondjuk itt van a veszély, hogy jön egy fuvallat, és ebből millióm szerte szanaszéjjel szólódik. Na persze, azok mind-mind kis magok, amik aztán majd kihajthatnak. Szóval igazándiból nem vész itt sok minden kárban, nagyon sok lehetőséget mutat itt, de akkor azt a sok lehetőséget, azt mind-mind bele kell tenni. Vagy azon mind-mind keresztül kell menni. Tehát azért itt vannak még feladatok jócskán így előre is. Érthető, hogy miért nem akarsz ezekkel bíbelődni, vagy foglalkozni, vagy miért gondolod úgy, hogy de hát, hogyha most mindegyikkel külön, persze még mindig szem előtt tartva, hogy nem túl gondolni a dolgokat, nem arról beszélünk. Szóval, hogyha mindegyikkel külön foglalkozol, meg mindegyiket külön meg akarod ismerni, mögé akarod nézni, alaposabban megismerni, akkor az sok idő, sok energia. De ezt már hallottuk így, hogy bizony sok időt, sok energiát bele kell fektetnetek a felkészülésre. Akkor fogtok topra érkezni. Tehát itt csak tapasztalatot kell beletennetek, mert úgy fogjátok ezt a dolgot eredményesnek és sikeresnek látni. Ha valahol bölcsebbé is váltok. Oké? És igen, kell kritikákra számítani, most megint itt van. Tehát itt valószínűleg azért több dolog is lesz, mondjuk, ami nem úgy sül el, ahogy szeretnétek, vagy nem úgy tudjátok megvalósítani, ahogy szerettétek volna. Tehát itt valószínűleg még sok módosítás, sok átalakítás szükséges lesz.
Tehát picit ilyen vegyes a történet, tanulhattok belőle, profitálhattok belőle, ha elindultok ezen az úton, ha elkezditek az álmaitokat, a céljaitokat megvalósítani, de lehet, hogy az sokban fog alakulni és módosulni, mert itt valami azért itt ezen az úton megváltozik bennetek is. Reálisabban látjátok a világot, talán a saját magatokról és a saját határaitokat, korlátaitokat is jobban megismeritek, és ezáltal talán reálisabb irányba is indulhattok, majd talán később fog egyáltalán az is kikristályosodni, hogy mi az, ami még annál is jobb, és még annál is többet jelent neked, mint amire még most gondoltál egyelőre. Tehát ez egy eléggé, bár mutatták a kártyák, nem egy, már mindig nem egyértelműen mondja azt a kártya, hogy ne indulj el, ne tudnád ezt megvalósítani, de itt nagyon sok buktató van, és sok fejlődni való van. Tehát itt azért ez egy beavatás nagyon erősen. És nagyon fontos, hogy önmagatokkal milyen viszonyban vagytok. És talán pont azért történik is ez az egész, hogy pont azért történik így ez az egész, hogy ez legyen a végkimenetele, hogy erősebbek legyetek, és jobban lássátok a saját értékeiteket, erősségeiteket. Na, hát kedves egyes paklit választók, ez volt a ti üzenetetek. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan erre számítottatok, ezt vártátok, ezt szeretnétek volna hallani, de remélem, hogy az valakivel rezonáltak itt a felvetések, annak tudott segíteni, és hogy végül megtaláljátok azt, amiben tényleg erősek vagytok, tényleg jók, és ami tényleg a ti útatok, illetve célotok. Kívánom nektek, hogy legyen így. Kérlek, ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszett, feliratkozni a csatornára, ha még nem vagytok, kommentelni, hogyha van mondani valótok nyilvános formában, és megosztani a videót, ha úgy gondoljátok, hogy másoknak is érdekes lehet. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, remélem hamarosan találkozunk egy másik videóba. Sziasztok! Sziasztok, kedves kettes paklit választók! Hát itt és most kártyát választottátok, ami az álmaitokkal és a céljaitokkal kapcsolatban nagyon felhívja a figyelmet a jelen időszakra, amikor nyilván nézed ezt a videót, a megnyilvánuló lehetőségekre a jelenbe. Hogy se a most, se a múlt, se a jövő ne legyen fontosabb, ne legyen nagyobb befolyása a döntéseitekre, a tetteitekre, mind a jelenben megnyilvánuló lehetőségek. Amin dolgoztok, amire vállalkoztok, az, ami a célotok, az álmotok, az tulajdonképpen itt és most nagyon reális. Nyilván okkal éreztek rá egy hívást. Nyilván, aki olyan célra, olyan tervre kérdezett rá, vagy akár a céljával, a már folyó dolgaival kapcsolatban olyan kérdése lenne, hogy halasztam későbbre, vagy most, akkor nyilván itt és most. Tehát azért itt van ennek a kártyának nagyon erősen az az üzenete, hogy ne távoli, ködös célokat, dolgokat gondoljatok, ne oda tervezzetek. Ne az akkori dolgokkal, lehetőségekkel foglalkozzatok egyébként. Ez a múltra is ugyanúgy igaz, tehát a múltbeni történések vagy tapasztalatok, azok mint tanúság legyenek leszűrve, és maradjanak megélt tapasztalatok, de nem befolyásolják azt, hogy mit tudtok elképzelni vagy feltételezni, ne adj Isten, milyen félelmeket kelthet bennetek a jelennel vagy a jövővel kapcsolatban. Tehát valamit nagyon a jelenben van. Nyilván mondhatja, üzenheti azt is, akivel újra rezonál, hogy ne halogassatok. Ne hoznatok olyan dolgokat, majd, hogyha ez is ez, így meg így lesz, vagy végképp, hogy majd, ha a jövőben máshogy lesz, mint a múltban volt. Tehát ezek alapvetően téves elképzelések a terveitekkel kapcsolatban.
Nyilván tudatosnak kell lenni, és nyilván nem fejjel kell menni a falnak, vagy mit tudom én, 25 emelet magasságból leugrani a semmibe, a mélybe. De nyilvánvalóan azért itt a halogatás az nem tesz jót a dolgoknak, a mostban lenni, a reálisan a mostban lenni, megnézni, hogy most mit tehetek, most milyen álmaim, vágyaim valósíthatóak meg, vagy mit tehetek most az álmaimért, vágyaimért, és azzal foglalkozni, ami most van, mint lehetőség, most nyilvánul meg. Illetve tanácsolja nektek a kártya azt a gondolati szellemi beállítottságot, hogy nagyon jót tudna nektek tenni, nagyon jót tud segíteni, hogyha olyan gyakorlatokat végeztek, most akár egy tradicionálisabb meditáció során, akár csak úgy picit világibb formában, ugye kinek-kinek hogy esik jól, ki ez, hogy áll közel, vagy mi áll közelebb, milyen módszer áll közelebb. Szóval, hogyha tudatosan hívnátok elő azt az érzést, amit akkor éltek és éreztek át, amikor elértétek a vágyaitokat, álmaitokat. Abban az érzelmi állapotban legyetek most. Ez ugye egy teremtés módszer, illetve a teremtés módja. Lehet, hogy sokatoknál, amit elképzeltetek, az már ott van, készen áll, készbesítésre vár, csak ez az ívó érzés, na ez lenne a futára, ami behozza nektek a történéseket, de mivel ezt az érzést nem birtokoljátok, mivel ezeket a reszkéseket nem közvetítitek az univerzum felé, így aztán nem is érkeznek be dolgok, ezért halasztódnak el dolgok, ezért van az, hogy valamire áll kapcsolatban, például pontosan tudjátok, hogy ez a ti utatok, a ti célotok, azt meg kell tapasztalnatok, van egy nagyon erős érzésetek adott esetben, akár hívásatok is valami felé, de valahogy nem akar összejönni, valahogy nem akar megvalósulni. Na pont azért, mert még nem gondolkodsz úgy, nem viselkedsz úgy, nem érzel úgy, mind ahogy megérkezhet hozzád. Azt mondja a kártya, hogy ahogy most gondolkozol, az lesz a valóságot. Tehát, hogyha kételkedsz magadba, akkor a kétel fog megvalósulni, és bizony nem lesznek eredmények az álmaitokkal, vágyaitokkal kapcsolatban. De hogyha tudsz professzionálisan gondolkodni, hogyha tudsz hosszabb ideig abban a tudatállapotban, érzelmi állapotban lenni, hogy valamit már birtokolsz, valami már megvan a te számodra, tehát hogyha nem engeded ezeket a pesszimista, megkérdőjelező gondolatokat eluralkodni magadon, és nem a hiány állapotából cselekszel, jársz el ügyekbe, mert azért ez gyakorlatilag is kivetülám, tehát ugye az energia egy dolog, de aztán mindig megjelenik fizikailag, és azért fizikai szinten is ezek megjelennek. Tehát nem mennek úgy a dolgok, mindenki másnak sikerül, mindenki más végigjár egy utat, neked az valamiért nem működik. Vajon miért? Hát ilyen dolgok bújhatnak meg a háttérbe. Nézzük, mit mond a következő kártya. Tehát a körülmények, a múltbeli tapasztalatok, azok ne azok határozzák meg, hogy hogyan érzed magadat, mit tartasz képesnek, akár, hogy magadat ideértve, hogy te mire vagy képes, mit tudsz elérni, mit tudsz megtenni, mit tudsz megtanulni, mit tudsz megvalósítani, illetve, hogy mi az, ami neked sikerülhet, mi az, ami neked adódhat. Ez ugye a magyar kultúrában ez egy kollektív probléma. Nyilván magyar embereknek erről az energiáról, magyarul gondolkodóknak, akik itt szocializálódtak ebbe a közegbe, azoknak ez nehezebb maguk mögött hagyni, mert nyilván van egy energetikai hovatartozás, és talán ez beletartozhat ebbe is, hogy ilyen módon fejezem ki azt, hogy hova tartozom, kikhez tartozok, tehát a gyökerekhez, ha ragaszkodunk, akkor sajnos nem feltétlenül csak a jó dolgokhoz, és most megint tudatalattiról beszélek, nem feltétlenül csak a jó és a pozitív dolgokhoz ragaszkodunk, hanem a negatívokhoz is, tehát pont ezért érdemes egy picit nyitottabban gondolkodni, úgymond átvenni egy ilyen világpolgári gondolkodás, most szimbólumokba beszélek, de hogyha
neked ez pont így rezonál veled, akkor pont ugyan szó szerint is ez az üzenet. Tehát, hogy ismerjetek más gondolkodási módokat, meg mintákat, stílusokat, nyugodtan vegyetek másoktól is át olyan pozitív energiákat, amik tudnak nektek segíteni. Nem kell a rosszul értelmezett hűség és lojalitás hálóján fennakadnotok, mert a pozitív dolgokban még mindig lehet oda tartozni, ahova a gyökereitek vonz, de a negatív dolgokat, azokat meg fel kell tudni ismerni, és el kell tudni engedni. Igen, ez a hirtelen, ez a zászlom, és ez a kitűztem a zászlomat, tehát ez is, mint hogyha erről szólna, hogy talán itt azért tudatos szinten is lehet, hogy van egyfajta makacság. Nem feltétlenül szó szerint, amit mondtam, de hasonló séma. Tehát egy picit ilyen nyakasság, merevség talán itt van. Talán túl ilyen utakba gondolkoztok, hogy valami hogy valósulhat meg. És lehet, hogy a múlt, vagy egy valami jövőbeli képzelt, vagy valós történés nem feltétlenül úgy lesz, vagy úgy van, vagy úgy tudna a te céljaiddal együttműködni, változni, alakulni, ahogy te azt gondolt. Tehát picit, mint kifejezett ebben gondolkoznátok. Nem elég nyitott a gondolkodásod. Valami ilyesmi zavart éltek itt az álmaitokkal, vágyaitokkal kapcsolatban, vagy legalábbis jót tesz neki, ha még nyitottabbak vagytok. Mert hogyha nem teljesen rezonál veletek, hogy csak sémákba gondolkozzatok, akkor is még jobban tehet a nyitott gondolkodás. Na, mit tudhatunk még meg itt? Új hold az ikrekbe. Nézzétek? Mit mond a kártya? Pozitív gondolkodásra van szükség. A picit itt van már az egyes pak, mert azért ez náluk is ott volt. Utána az önszabotás, az önmagukról való feltételezések álltak nagyon a fókuszpontba. De úgy tűnik, hogy nektek is egyfajta gondolkodási mintát kell váltani, így tudjátok majd megragadni azokat a lehetőségeket, amik adódnak, mert fognak adódni, és azért ez egy pozitív eredményt vetít előre, nagyon az ikrek új hold, tehát jó, érdekes nekik is egy új hold jött, tehát tényleg itt van az ideje, hogy belevágjatok, valamit tegyetek, valamint változtassatok, de itt gondolkodás, beli mintákat, és valahogy van valami beakadás. Bizonyos szintig eljutottatok, bizonyos szinten már tudod, hogy mit akarsz, vagy ezt hogyan érheted el, de ez még nem elég. Tehát itt még valamit pluszba hozzá kell adni, talán jobban átgondolni a dolgokat, talán több mindent számításba venni az itt és a mostról, ugye? Tehát itt van ezzel a kártyával a kérdés, amit újra felvethettek, hogy mit akartok. Tényleg azt akarjátok, és akkor most egy más értelmezés ennek a kártyának. Tényleg azt akarjátok a jövőben is tenni, mint amit a múltban csináltatok? Ugyanazzal akartok foglalkozni? Ugyanaz még az álmotok, a vágyatok, a célotok, vagy szeretnétek új dolgokat elérni? Adott esetben eddigi elképzelés, hogy megint 11-11-kor nézek a számláról, tehát megint adott esetben az új dolgokra azt mondani, hogy, vagy új dolgokat kitűzni, talán nem árt átgondolni, hogy amit eddig vágytatok, ami eddig a célotok volt, lehet, hogy ez már nem is motivált titeket. Koncentráljatok a pozitív elvárásokra, pozitív gondolatokra. Mi az, amit be tudtok vonzani, mi az az érzés, amit fel tudnátok magatokban hozni. Ha kétségeitek vannak, akkor azt oldjátok meg, beszéljétek ki valakivel magatokból, vagy nézzetek utána a dolgoknak, itt és most, hogy tisztában legyetek a dolgokkal. Tehát nem kell előre gondolkodni, és nem kell halogatni sem, amit itt és most tudtok tisztázni, amit itt és most rá tudtok gondolni, amit itt és most meg tudtok tenni, meg tudtok változtatni, akár készítsetek egy listát ezekről a dolgokról.
mert van megoldás, tehát megvalósíthatjátok az álmaitokat, de használni kell az elméteket, a szavaitokat, tehát itt Merkúri energiák vannak. Lehet, hogy nektek is van még mit tanulni, van még itt mit megismerni, vagy felismerni. Oké, tehát beszéljetek emberekkel. Jó jel egyébként a kártya olyan helyzetekre, olyan kérdésekre, akikkel úgy rezonál, azoknak egy nagyon jó előjel, hogy valamivel kacérkodtok, valamit úgy, mi lenne, ha, tehát így lassan kúszik be a fejetekbe a gondolat, vagy az érzés, hogy mi lenne, ha. Illetve bármi olyan esetében is, ami már megfordul bennetek, és mondjuk bele is kezdtetek, de valamilyen blokkba ütköztetek. Tehát itt egy megfordított gondolkodási mód, egy jobb rálátás a dolgokba nagyon sokat tud rendíteni, nagyon jól ki tud fizetődni. De bízzatok az intuíciótokba, és amikor valakivel tárgyaltok, kommunikáltok, megbeszéltek, akár csak kibeszéltek magatokat, legyetek jobban tudatában annak, hogy mit és akár annak is hogy, vagy legfőképp annak, hogy hogyan kommunikáljátok azt. Mert itt a tudás hatalom. Tehát, hogyha bármilyen megbeszélésre, interjúra, előadásra, kiváltképp, hogyha ezzel kapcsolatos az álmod, vágyad, hogy emberek előtt szeretnél szerepelni, akkor nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsd, hogy ebbe fejleszd magadat, hogy tud hozni azt a megfelelő színvonalat, hogy ki tud új magadat fejezni, ami a lehető legjobb a közönséget számára. Mert nem csak arról van szó, hogy magadat kifejezd ebben az esetben, az ikrek kártyában, hanem az, hogy egyrészt, hogy magadat ki tud úgy fejezni, hogy az befogadható legyen azok számára is, illetve pozitív érzéseket, vagy pozitív visszajelzést kap majd azoktól is, akiknek szól, akikhez szólsz. Jelentős lehet egyébként a szerdai nap, de nézzük nektek is meg, hogy a következő kártyákkal, hogy mi az, ami pozitívként történhet, érkezhet, és mi az, ami problémát vagy kihívást jelenthet, mi az, amire jó figyelni, inkább úgy mondom. Tehát először a pozitív dolgot, amit megtapasztaltok, ami rendben van ezzel kapcsolatban, vagy ami majd érkezik, történik, meg látjuk, hogy milyen kártya érkezik, és utána pedig mi az, amire jó figyelnetek. Na hát mi más érkezhetne nektek, mint a kommunikáció? Nem is lepődünk meg, egy nagyon erős visszajelzés, megerősítés. Itt az ideje, hogy tovább lépjetek a projekteitekben, terveitekben, elképzeléseitekben, tehát most van itt az idő nem halogatni. Új gondolkodásmódokat mutat már eleve nektek, újfajta megközelítés a kihívásokkal, illetve azzal kapcsolatban, ami előttetek áll, és a tudják el az egész élethez is, tehát nagyon erősen tudtok hatni a jövőtökre, de nem majd, hanem itt és most. Igen, tehát a kommunikáció hogyanja, mikéntje, ebben hajlandóak vagytok belenézni, belelátni, módszereket eltanulni, elsajátítani, új fogalmakkal adott esetben megismerkedni, amiket mondjuk korábban elvetettél, vagy nem foglalkoztál vele. Tehát itt tágítani az ismereteket, a lehetőségeket. Tehát nagyon erősen a Merkurra rámenni, tanulni, kommunikálni, kapcsolatban lépni, ügyintézni. Nagyon sokféle módja Merkur lehet utazás is. Tehát minden, ami pozitív irányú változást most tudtok megtenni, azt tegyétek meg. Lehet, hogy egy költözés, lehet, hogy mondjuk jót tenne, hogyha úgy érzed, hogy valahol nem jó helyen van a vállalkozásod, de akkor lehet, hogy máshova költözteted, máshol nyitsz egy üzletet, lehet, hogy máshova költözöl. Tehát minden, ami mozgás, ami változás, ami egy új gondolatot, egy új ötletet, új lehetőséget, új kapcsolatokat jelent és vet fel, vagy új minőségű kapcsolatokat, az nagyon jót tesz ennek a dolognak.
jó, illetve hát az ötletek megosztása, megbeszélése, a partnerségek, az együttműködés, mérlegelni, hogy kivel tudok jól együttműködni, kinál nem, információgyűjtés, lelkesedés, tervek, elképzelések megosztása, nyilván nem ész nélkül, hanem nyilván csak azokkal, akikben már konkrétan látod azt, hogy tudtok együttműködni, illetve pozitívan hozzá tud járulni a ti tervetekhez, ő, meg te az övéhez, tehát azért itt partnerségről van szó, tehát nyilván mindannyian adtok a másiknak is valamit. Merkur mellett egyébként itt van nektek is Vénusz, Afrodité, a halak jegyében egyébként, tehát azért okosan a kölcsönökkel, tehát azt azért kommunikáljátok jól le a részleteket, és jól gondoljátok át, hogy mi az, amit vállaltok, és mi az, amit nagyon nagy kockázat van, mondjuk nagyon nagy rizikó van, hogyha elúszik akkor. Tehát legyen B-tervetek is adott esetben. Tehát, hogy ilyen szempontból is át kell gondolnotok azt, hogy új gondolkodásmód, hogy egy picit talán ezzel óvatosabban bánni, picit talán felelősség teljesebben bánni. Bár itt még azért a pozitívumokat néztük, de ez a halak energiájával ez nagyon jött itt, és ezzel a Vénusszal kifejezetten, hogy jól meggondolni, megfontolni, és ugye Merkurral ugye bölcsen dönteni, hogy mi az, ami megéri, és mi az, ami már túlzott kockázatot jelent. 12, 16, 7, valahogy ez itt van. Itt a végének időszaka. Na mi a nehézség, ugye, és akkor itt kaptuk a másik kommunikációs jegyet, vagy partnerségi jegyet, ugye a mérleget, a megállapodásokról, az együttműködésekről beszélt, tehát itt ezzel kapcsolatban kell azért a dolgokat jól meggondolni, itt lehetnek kihívások, vagy ezek az, amikre érdemesebb nagyobb figyelmet fordítani olyan szempontból, hogy egy picit rizikó, hogy erre jó figyelni. Nem biztos, hogy mindenki, ha nincs letisztázva, de lehet, hogy van tisztázva, még akkor is, tehát a dolgok mindig változhatnak, a felállások, hozzáállások mindig változhatnak. Ezért nem biztos, hogy mondjuk te úgy mész bele valamibe, hogy na, azt ketten végigcsináljuk, és meg vagy róla győződve, hogy a másik is ott lesz, és közben aztán megkiderül, hogy nem, mert ő mondjuk csak egy részleges időszakig tud, akar, vagy eleve is úgy tervezte, hogy együttműködik veled. Talán ebből a szempontból is jó erre felkészülni, mármint hogy abból a szempontból, hogy mondjuk nem egy kapcsolatra, vagy nem egy partnerségre építeni túl sokat, hanem minél szélesebb ismerettség, minél szélesebb körül együttműködés, jó kapcsolatok ápolása, az nagyon jót tud tenni a dolgaitoknak. Már talán az elején is, hogyha valaki az elején tart, tehát ha mondjuk, most mondok egy példát, elmész egy tanácsadóhoz, nem feltétlenül csak annak az egy tanácsadónak a szavára kell adnod, lehet, hogy másokat is érdemes meghallgatnod, vagy lehet, hogy másoktól is jó információkat beszerezned. Tehát megint a nyitottság, 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 több lábon állni, több mindenkivel jóban lenni, több mindenkivel partnerségi, együttműködő viszonyt kialakítani, hogyha valaki kiesik, kihúlik, akkor legyen helyette másik. Ha most egy olyan közönséget akarsz, vagy vállalkozást akarsz indítani, bocsánat, aminek van egy vevőköre, akkor az is legyen minél szélesebb körül, akkor minél több felületen hirdesd meg a dolgot, minél jobban kommunikáld, de nyilvánvalóan akkor itt ugye már az eleve is ezek a kártyák is már arról is szólt, hogy a média megjelenésre odafigyelni, hogy ez minél hatékonyabb legyen, minél figyelemfelkeltőbb, minél kommunikatívabb, minél tisztább és egyértelműbb, tehát hogy úgy menjen át ez az üzenet, amit közvetíteni akarsz, amivel meg akarod szólítani a leendő klienseket, hogy ez a lehető legjobb legyen. Ennek döntő fontossága van, és kiváltképp akkor szól ez az üzenet nektek, hogyha úgy gondoltátok, hogy na majd, hogyha nagyobb lesz a bevétel, akkor majd erre többet áldozok, hát már akkor valószínűleg itt és most, már az elején.
érdemes erre nagyobb figyelmet fordítani. Általános videó, tehát ahogy rezonál, úgy értsétek, tehát nyilván nem indítottál be egy vállalkozást, akkor nem kell még a médiára költeni, hogy ezt reklámozz, de talán nem árt már most informálódnod, érdeklődnöd, adott esetben akár tanulnod is arról, hogy milyen egy hatékony marketing szisztéma, ami a te területeden jól tud működni. Na, egyszónak is száz a vége, tehát hogy jól tudjátok menedzselni magatokat. Mi az, amire még számíthatok, illetve mi az, amire még jó, ha figyelnetek kell. Ahhoz, hogy meg tudjátok valósítani az álmaitokat, céljaitokat. Hát csak csillagporok vagyunk. Érdekes, mert picit ilyen ego helyre rakó kártya ez, mert azt mondja, hogy mindannyian csak egy csillagporok vagyunk, tehát egy nagy gépezetnek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon az aprónál is apró porszemei. Egyrészt, másrészt meg nyilvánvalóan a saját világunknak meg mi vagyunk a közepei. Tehát egy picit ilyen viszonyítás kérdése a dolog, megint most a múlt és a jövő volt eddig, itt meg a saját szerepünk kérdőjeleződik meg, illetve azt mondja, hogy ezt is azért lássuk reálisan, vagy lássátok reálisan, hogy se sokat, se túl keveset nem érdemes tulajdonítani dolgoknak, történéseknek, saját szerepünknek a világban, vagy a dolgokkal és a történésekkel kapcsolatban, már ugye nyilvánvalóan a célotok, álmaitok, vágyaitokkal kapcsolatban. Tehát egy picit azért tudatosabbak lenni arra, hogy igen, vannak dolgok, amikre ráhatásunk van, igen, vannak dolgok, amiért mi vagyunk felelősek, igen, vannak dolgok, amiket mi irányítunk, mert mi vagyunk a saját világunk középpontja, de a mi saját világunk, az akkor is csak beleilleszkedik, csak egy apró része, egy sokkal nagyobbnak is. Na most ez nagyon érdekes, hogyha valaki olyan kérdéssel jött, illetve az álmai tervei, vágyaival kapcsolatban ilyen piackutatás az fontos vagy jelentős szegmens lett, mert ugye ott is azért ez egy nagy kérdés, meg ez egy nagy kérdőjel, mert nyilván van egy kialakult piac, abban én hogyan illeszkedek be. Tehát jut-e ott nekem szerep, ki tudom-e saját világomat alakítani ott, hát nem kell feltétlenül uralni a piacot, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy eluralom majd az egész területet, vagy szakmát, vagy nem tudom én, bármit, de ugyanakkor meg tudni kell megtalálni a saját szerepeteket, a saját helyeteket a szakmán belül. Tehát nem érdemes azért itt a dolgokat túltolni, nem szabad túl keveset, túl sokat sem gondolni. Talán itt erről is volt már szó, ugye, hogy távlati célok, tehát gondolkozz előbb PC-ben a saját kis világod, legyen rendben, piciben, ha kezded, utána az majd meglátod, hogy hova nő és mivé alakul, de ez jó, hogyha tudjátok, hogy a kisebb dolgoknak is nagyobb jelentősége lehet. Igaz, nem az egész dologra, és nem feltétlenül vágyaitokkal, álmaitokkal kapcsolatban, de most a jelenre igen, és a jelenből fog kialakulni a jövő. Tehát itt megint egy picit azt látom, hogy a jelennek nagyobb hangsúlya van valamiért, mint amekkorát ti annak tulajdonítotok. Lehet, hogy vannak dolgok, lépések, amiket nagyon-nagyon, nem csak hogy meglesz, hanem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy most megtegyetek, meglépjetek, de viszont ti hajlamosak lennétek azt egy később időpontra datálni, vagy arra gondolni, hogy majd, ha ez meg az, meg amaz megtörténik. Igazándiból majd, ha belekezdtetek, belecsöppentetek, már nyakig benne lesztek, akkor már jobban fogjátok látni, hogy mik a realitások, mik a lehetőségek. Tehát picit itt talán egy
vagy túl, vagy alul értékeltétek, hogy majd mi lesz. Tehát a jövőbeli tervek azok ezért is vannak itt nagyon, hogy nem annyira azzal kéne foglalkozni, mert lehet, hogy valamit nem tudtok most olyan módon átlátni, mint ahogy majd. És akkor kár, fölösleges az időt, az energiát arra pocsékolni jelenleg, már csak azért is, mert lennének fontosabb dolgok, amiket át tudtok nézni, amikkel foglalkozni tudtok, például a partnerség, a kommunikáció, tehát ezek a dolgok. Hogy a nagyokkal, meg nagykorotokban, vagy ha befutottatok, majd mi lesz, hogy akkor majd mi lesz a leosztás, mi lesz a szerepetek, ott majd akkor hogyan álljátok meg a helyeteket, az nem fontos. És pici beindultak a saját kis világotokba, ahhoz látjuk, hogy már itt vagytok, jelen vagytok, elég érettek vagytok, tehát itt és most lehet már indítani picibe, a nagy meg majd lesz nagy, ha kell. Nézzük meg nektek is a tarot kártyát, mit mondanak. Álmítok el tervéteket célotokkal, a megvalósításuk útján mit tapasztaltok, mit javasol, mit tanácsol, mire hívja fel a figyelmeteket a kártya. Ez egy olyan csúszós kártya, érdekes, most itt a kelyhek hetes fordult meg, ez is az egyes paklinak jött ez a lap, lehet, hogy érdemes azt is megnéznetek. Ha hívást éreztetek, ez nem feltétlenül és minden áron. Batokhatós és a kardok tízás fejjel lefelé menni, tovább csinálni, megtalálni a motivációt. Akkor is, ha már lezártátok, vagy akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nincs már mód vagy lehetőség. Tehát itt valamit azért nagyon lezártnak éreztetek, ami nem úgy van, mert ugye fordítva érkezett a kártya, blokkolva érkezett a lap, vagy nem kell lezárni. Mert itt egy végletes elhatározás, vagy egy döntés van, vagy egy esemény, egy történés van, ami nem egy ilyen éles határvonal, hogy kész vége. Jó, tehát arról tudjátok, és hát, hogyha meg kifejezetten fodrászok vagytok, vagy azzal kapcsolatos a dolog, akkor meg hát látjátok. Tehát ez egy nagyon szép és kész frizura, és az, hogy belecurkálják ezt a tűt, hát valószínűleg nem fog rajta semmit sem változtatni, vagy rontani. Na de igen, tehát valamit itt sikerre tudtok vinni, mert nem lefutott dolog. Pedig úgy tűnik, vagy pedig megvagytok róla győződve, vagy le is zártátok már, de lehet újra kezdeni. De ahhoz kell igen ez, hogy jó, akkor most pozitívan gondolkoznak, jó, akkor most mi az, amit másként gondolatok, mi az, amit másként csinálok, mi az, amit megtanultam az eddigi kudarcokból, vagy történésekből, eseményekből. Lehet, hogy azt, hogy akkor nem volt itt az ideje, most itt van az ideje. A radikális változtatásoknak nem most van itt az ideje, vagy legalábbis gondoljátok először át, hogy itt és most mi az, amit ténylegesen tudtok tenni. Ki, főleg, hogyha a múlt és a jövő kép befolyással lenne ezekre a radikális változtatásokra. Jó? Tehát ez itt valamit sikerre akartok vinni, talán valamit nem vagytok hajlandóak feladni, meghozni azt a radikális döntést és lépést, mondjuk, hogy lezárjátok, vagy félbehagyjátok. Nézzük, hogy mi ezzel kapcsolatban, amit tapasztalhattok. Lehet, hogy az életetek, az álmaitokat nem vagytok hajlandóak feladni. Lehet, hogy az életeteket akarjátok mindenáron rendbe hozni, sínre tenni, pályára tenni, előrébb mozdítani a pozitív, jó irányba. Nyilvánvalóan egy cél ez a kis édes nektár, a kolibrinek, hogy elérhesse. De tudjuk, hogy most alapvetően, ha ez nem kolibri lenne, hanem egy általános madár, akkor soha... bocsánat, szóval soha nem érné el. Mindig csak, mint a csacsinak a répa, ott lenne az óra előtt, és teszi a lépéseket, akkor mindig csak mézes madzag lenne előtt, de soha nem érné el a céljait, álmait, vágyait. Nézzétek meg, ez a kolibri, ez
ez már most tudja ezt az édes nektárt szívni. Nyilván van egy különleges képessége itt és most egy helybe tud maradni, és úgy is tud a levegőben lenni. Ugye tudjátok, a kolibrinek ez egy egyedülálló tulajdonsága, hogy képes egy helyben repülni, egy helyben fönmaradni a levegőben, annélkül, hogy nincs mozgásban, nem haladna előre vagy hátra, vagy valamilyen reme hátra, mondjuk valószínűleg egyik madár se tud, de értitek, hogy mit akarok mondani. Tehát itt azt érzem ezzel a kártyával, hogy sokkal több mindent ki tudtok hozni, vagy ki akartok hozni abból, ami most van. És igen, ez egy jövő, egy távlati cél, és igen, ennek a jövőre is van sikermutató energiája, de már most is tudtok tenni azért. Már most is élvezhetitek ezt az energiát. Tehát itt a siker már valahol most is itt van. Oké. Persze itt volt az üzenetetek az is, hogy tegyetek úgy, mintha, ha ezt mégis az egyes csoportnál mondtam, akkor nektek is szól, mert most hirtelen, ez hirtelen nagyon itt van, hogy én ezt itt mondtam nektek, nem vagyok benne biztos, és az is mondjuk már furcsa. Tehát mindenféleképpen nektek szól. Mi az első lépés? Na tessék, még egy kártya a másik csoportból. Az egyes csoportból. Ezt nem nézzük most. Ne zavarjon meg senkit. Főpap, botok 8-as. Hát nem tudom, hogy mit csináltok, vagy mi történik majd itt veletek, vagy mi történt itt közvetlenül az elmúlt időszakban veletek, de itt nagyon nagy lelkesedés, nagyon nagy energia, itt valami nagyon jó hír, valami nagyon jó lehetőség, itt felkapja a dolgokat hirtelen, és egyből is, mert itt is repültök, és hirtelen beindítja a dolgokat. Minden nagyon gyorsan alakul, nagyon optimisták, bizakodóak vagytok a dolgokkal kapcsolatban, tehát nagyon-nagyon jó megérzéseitek vannak, nagyon a jót várjátok, nagyon valami pozitívat vártok. Mert mindjárt nézzük, hogy ehhez képest körülöttetek mi történik, illetve mi lesz ennek a vége, hova vezet ez, de az biztos, hogy itt az elején már egyből látjátok azt, hogy ezt nagyon nem akarjátok kihagyni, ezt nagyon meg akarjátok lovagolni, ezt a lehetőséget. Tehát a kezdeti siker, a kezdeti energiák azok jók. Nagyon erős lelkesedés, optimizmus, arról ez már volt szó, hogy fontos, pozitív gondolatok. Tehát nagyon nagy vehemenciával vetitek majd itt bele magatokat a dolgokba, vagy már most úgy kezdtetek bele. Hát mégiscsak azért még királynője jött. Hát itt azért egy bikaszűz, mag karakterű, habitusú, beállítottságú embert mutat, valakire felhívja a figyelmedet, valaki, aki azért kellően nyugodt, türelmes, járatos abba a dolgokba, amivel kapcsolatban neked azért jó, hogyha rá odafigyelsz, adott esetben akár, ha szükséges a tanácsát kikéred, nyilvánvalóan lehet ez egy szakember, akit mondjuk megfizetsz azért, hogy segítsen, vagy azért, hogy intézze a bizonyos dolgokat. Lojális, tehát nem igazán rivalizál veled, még ha esetleg mondjuk akár oka is lenne erre, nem fogja megtenni. Tehát fontos, hogy jó kapcsolatot ápolj vele. Tehát, hogyha voltak is, meg láttuk is itt, hogy vannak emberek, akik nem feltétlenül kitartóak, nem feltétlenül vannak ott végig abban az egész projektben, ha bár lehet, hogy te mondjuk úgy számítottál volna rá, vannak emberek, akik tudnak segíteni és támogatni téged. Azokat is meg fogod találni. És a kelyhek 10-es. Na, hát nem tudom, ezzel a szivárványa, ez nekem ez az összebújás, ez a nagyon ez a beteljesedett állapot.
amikor itt vagyunk, ketten vagyunk, és nézzük, gyönyörködünk az elért álmomba, vágyomba, célomba, élvezzük mindazt, amit megadott nekem. Ott van a fény, a nap energiája, megint a siker energiája. Úgyhogy meg tudjátok valósítani, biztos vagyok benne, legalábbis akivel rezonál, annak azt mutatja a kártya, hogy itt ezek az álmaitok, vágyaitok azokkal az útmutatásokkal, amiket itt hallottatok, megvalósíthatóak, megléphetőek. Felhívnám a figyelmet a partnerségre is, azért ők itt ketten vannak, azért ők itt egy kehelykártyát képviselnek, tehát azért vagy érzelmi kapcsolat, mert ugye én felolvastam nektek a konkrét kérdést, ott is pont el valaki erre kérdezett rá, hogy a párjával csinálja-e meg. Na, az is ugye nyilvánvalóan egy érzelmi kötődés, nyilvánvalóan itt azt mutatja, hogy hát minimum az eredményt azt együtt élvezitek, mind a kettőtök haszna van belőle mind a kettőtöknek. Ha ez nem egy anyagi dolog, nem egy vagyontárgya, akkor is a másik osztozik, és örül a te sikereidnek, tehát nem féltékeny, nem érez ilyen-olyan negatív érzéseket iránt, hanem maximálisan melletted van, támogat is egyrészt egyébként, illetve ha ez egy üzleti történet, csak és kizárólag, és nem párkapcsolatban, nyilvánvalóan akkor is azt mutatja, hogy. Tehát egyként éreztek a dolog iránt, egyformán fontos nektek az a cél, illetve az az eredmény, amit elértetek. Tehát megint itt érzem a partnerség, az összetartozás, a hűség, a lojalitás. Itt nálatok biztos, hogy az is nagyon fontos, hogy kivel, hogyan, miként hozzátok ezt létre, kikkel tudtok együttműködni, kikkel tudtok jól együttműködni, kikre hallgattok, kikbe bíztok meg, kiknek a tanácsait fogadjátok meg, ki az akiket, tehát hogy megfelelő jó szakemberek segítsenek, ha akivel úgy érzem, hogy arra van szüksége. Tehát ez valaki, aki nagyon sokat tud neked adni, ha anyagiakról van szó, akkor anyagiakat is. De akkor ugye fontos, hogy amit már megbeszéltünk, hogy jól gondold meg, jól gondold át a kondíciókat, a feltételeket, hogy ezokat is vizsgáld meg. Mert lehet, hogy ki tud szűrni olyan ajánlatokat, vagy olyan embereket, vagy olyan intézményeket, akik mondjuk nem kellően kedvező feltételeket ajánlanak neked, és mondjuk az hatással lehetne a végkimenetelre, a célod elérésre, még vannak mások, akik meg maximálisan együtt tudnak veled működni, és olyan ajánlat találnak elő, ami neked is jó, és az ő érdekeiket sem csorbítja. Nyilván, tehát egy fair, egy lojális felállás, és azért az érmék királynője, az nem akarja kihasználni a másikat, ő nem harácsolni akar, ő keresi azokat a partnerségeket, ahol, amiben mindenki jól jár. Illetve ebben a kártyában azt is látjuk, hogy igen, jó, hogy örültök, és azt mondjátok magam, hogy igen, jó, hogy hallgattam a megérzéseimre, igen, jó, hogy követtem az álmaimat, a vágyaimat, hogy nem adtam fel, hogy tovább vittem, mert elértem. Nos, hát kedves kettes paktit választok, ez volt a ti üzenetetek, én remélem, hogy tudott segíteni nektek, remélem, hogy tetszett a videó, ha így van, kérlek, ne felejtsetek el lájkolni, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és megosztani a videót, hogy gondoljátok, hogy másoknak is érdekes lehet. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!